Isten hozta önöket terényben. Kisfalunk a Cserháthegység lábánál, Balasagyarmattól mintegy 20 kilométerre található. A lakosok száma alig 400 fő. A községet egy 1274-ben kelt oklevél Terián néven említi. Régen vásártartási joggal rendelkezett, a 18. századi pecsétjén a vásáros terén felirat olvasható. Nincs Nógrád megyében még egy ilyen település, ahol a lakóépületek közel fele még őrzi a 100 évvel ezelőtti népi építészeti jellegzetességeket. A több mint 100 palockontyos parasztház helyi védelem alatt áll, terén legismertebb részét az 1920-as években épült szőlősorvályok házai alkotják. Többségük ma is lakott, illetve a felújítás után új funkciót kapva várja vendégeit, mint tájház, múzeum vagy vendégház. Terény, páratlan fekvése mellett gyönyörű látnivalói, kiállításai miatt is kedvelt kirándulóhely. Ez a Palóc-Tót nemzetiségi falu egy megőrzésre méltó ékszerdoboz, ahol két nap, két kultúra, két vallás él egymást gazdagítva, békésen egymás mellett. A lakosság ma is féltve őrzi és ápolja ősei kultúráját, hagyományait és népviseletét. Terény szlovák nemzetiségű település. A 17. század végén Galánta környékéről és Árva megyéből evangélikus vallású családok költöztek be az Icsi birtokra. Az evangélikus templom 1910-ben épült. Karcsú, 33 méter magas tornya 2019-ben került felújításra. Település központjában található a tájház, mely eredetileg a kovácsmester háza volt. Három helyiség van korhűen berendezve. A tiszta szobában felvetett ágy, sublót, lóca, népviseletbe öltöztetett babák, bubos kemence, a falon tükör, festett tányérok, az asztalon biblia és 1868-as Tranoscius énekeskönyv idézi a régmúlt időket. A konyhában falmasina, tálalószekrény, használati eszközök, edények, falvédők és 1891-ből származó szövőszék látható,
A hátsó szobában régi konyhaszekrény, bölcső. A lakóépülettel szemben régen kovács műhely is működött. Mellette az udvaron nemrég épült a kis színpad és a nyitott szín. A tájháza közösségi élet fontos színhelye. Itt jön össze a falu népe az évkörhöz kötődő szokások, farsangi koledálás, tojásírás, majális, az adventi vasárnapok és falunapok alkalmával. A tájházat a több mint 25 éve alakult, szlovák nemzetiségi önkormányzat működteti. Fő céljának tekinti őseink kultúrájának, hagyományainak és nyelvének megőrzését. Különböző programokat, kirándulásokat, táborokat szervez. Támogatja a helyi óvodát és általános iskolát, ahol a gyerekek megtanulják a szlovák nemzetiségi nyelvet. Ennek a legénynek én leszek a párja. A Kalácska hagyományőrző népdalkör gyönyörű viseletben gyakran szerepel az ünnepségeken, nem csak Terényben, de a szomszédos településeken is. Szlovák és magyar népdalokat énekelnek. Beszéljed a falu, nem tehetek róla. Ez a kisfalu egyedülálló kulturális kincsekkel és 5 Nógrádi Kumdíjjal büszkélkedhet. A rendezvények kategóriában Nógrádi Kumdíjat kapott a Nemzetiségi Nap, mely 1976 óta közel 40 alkalommal került megrendezésre a községi és a szlovák nemzetiségi önkormányzat közös szervezésében. Minden év júniusában a szabadtéri színpadon lépnek fel a magyar, szlovák és német nemzetiségű, magyarországi és szlovákiai népdalkörök, hagyományőrző tánccsoportok. A program segíti a nemzetiségek találkozását, az ősöktől örökölt hagyományok, a népdalkincs és a népviselet megőrzését. Ezen a napon kézművesek is kínálják portékáikat, emléket állítva annak, hogy a településen évszázados hagyományokra tekint vissza a vásártartás. A Szent András római katolikus templom a falu legrégebbi épülete, mely országos műemlékvédelem alatt áll. Feltehetően a 14. században épült. Nógrádi Kumdíjas lett a harangozás módja, mert 3 harangját a mai napig kézzel, lábbal szólaltatják meg, melyek már közel 600 éve szólítják így templomba a híveket.
A világ legnagyobb orsós magnó gyűjteménye is Terényben, a szőlősoron található, így nem véletlenül lett Nógrádikum díjas az Orsós Magnó Múzeum. Közel 600 darab különböző típusú magnóból áll ez a gyűjtemény, az összes készülék működőképes, melyeken korabeli hanganyag szólal meg. I kissed you, my heart was yours completely. 1976 Európa egyik legnagyobbja a Holland Philips cég, ez egy csúcskészülék volt a maga idején. Olyan gyönyörű a lány, kire vár, csupa báj, hangja lágyan muzsikál. Nem kell néki bén se gyémánt, nem kell néki szó. 2020-ban választották a Nógrádikumok közé Terény katolikus és evangélikus népviseletét. A hagyományőrző alkalmakon a szekrényekből, ládákból ma is hiánytalanul előkerülnek az eredeti ruhadarabok. A fekete viselet a legrégebbi, melyet feltehetően az 1800-as években is hordtak, és ma is viselnek az idősek. A lányok, asszonyok húsvétkor fehérben, pünköstkor pirosban, karácsonykor világos színekben jártak. A böjtés gyász alatt lilát, illetve feketét viseltek. Farsang idején mindkét felekezet asszonyai tarkán és vidáman öltözködtek. A menyecskék főkötőjéről megtudható, hogy evangélikus szlovák vagy katolikus magyar felekezethez tartozó-e a viselője. Az őszi szüreti felvonulásra nemzeti színekkel díszített magyar ruhába öltözik a falu apraja, nagyja. A neves Nobel-díjas tudós, Szent Györgyi Albert emlékhelyei is Nógrádikum díjat kaptak. Szent Györgyi Albert a községhez tartozó Kiskérpusztán töltötte gyermekéveit a szülői kúriában, amely sajnos már elpusztult. Az egykori uradalmi magtárfalán elhelyezett emléktáblán olvashatjuk. 3-6 éves korban tanuljuk meg, hogy mi a fontos, mi nem fontos, mi az élet. Az 1984-ben írt levelében Szent Györgyi Albert így emlékszik az itt töltött időre. Az én egész gyermekkorom Kiskérpusztához kötődik, csak az itt eltöltött idő hagyott nyomot bennem. A szőlősor mellett egy kis emlékparkban látható a tudós mellszobra. A Nógrádikumokon kívül még sok érték látnivaló várja az ideérkezőt, ezért érdemes nagy sétát tenni a faluban. Az emlékpark közelében felfedezhetjük a szoborparkot, ahol az Art Téka Egyesületnek köszönhetően több egyedi alkotást láthatunk. Ilyen a hajót szimbolizáló mozgó harangláb, amely a magyar-szlovák nép közötti barátságot jelképezi, a szkíta csodaszarvas és a fémből készült hírhozó, a trombitáló Niké. 2020-ban került felavatásra a Trianon 100. évfordulójára készített emlékmű, a fészkére visszatérő, leszálló turulmadár. Itt található még az Istálló Galéria és Akol, melyek a fiatal tehetséges művészeknek biztosítanak bemutatkozási lehetőséget.
Innen tovább haladva a Kossuth úton egy régi nagy parasztportálhoz érünk. Itt alakult meg a Magosvölgy Ökológiai Gazdaság, ahol biozöldség termesztéssel foglalkoznak. A zöldségközösség tagjainak hetente szállítanak innen friss árut. Jelenleg az országban ez a legnagyobb ilyen típusú gazdaság. Visszajutva a falu központjába, egy kis parkban megpihenhetünk, ahol az 1923-ban felállított hősök szobra az első és második világháborúban elesett hősi halottaknak állít emléket. Itt olvashatjuk. A királyért és a hazáért életüket áldozták a község hű fiai. Tovább sétálva a főúton a Hunnia Csipke Múzeum vár bennünket. Megismerkedhetünk a csipkeverés ősi mesterségével, és megcsodálhatjuk a páratlan értékű kiállítást. A Hunnia Csipke mellett bemutatják még a magyar csipkefajtákat, több csipkekészítési technikát, kelléket, amelyeket ki is próbálhatnak a látogatók. A múzeum helyet ad csipkés találkozóknak és táboroknak is. A múzeum szomszédságában van a Johannita segítőszolgálat épület együttese, amely fiatalok, családok, egyházi csoportok találkozó helye és közösségi háza, konferenciák helyszíne. Kossuth úton déli irányba megyünk, a Jurta horgásztóhoz jutunk, mely nem csak a horgászoknak ad kikapcsolódási lehetőséget, hanem családi, baráti rendezvények ideális helyszíne is lehet. A Bócsok biotanyán kecsketartással, lovakkal és földek művelésével foglalkoznak. Tanya látogatás során megnézhetjük a régi mezőgazdasági szerszámokat, a kecskefejést, kecskesajt készítést, és kipróbálhatjuk a tereplovaglást és íjászkodást is. Ha terényben nyáron jó időben érkeznek, részt vehetnek a szabadtéri színpadon és a mellette lévő parkban megrendezésre kerülő nemzetiségi napon.
a többnapos országos, környezet- és klímavédelmi Ecopunk Fesztiválon, vagy a kortárs művészetet kedvelők Héthatár kulturális fesztiválján. Terényen halad keresztül az országos Kék Túra útvonal és Palóc út, mely a néphagyományok, népművészet értékeinek megőrzésére jött létre. Egyre többen ismerik meg a településünket és költöznek be Terénybe a városból, új szint hozva a falu életébe. Ha pihenni szeretnének és új élményekre vágynak, látogassanak el hozzánk ebbe a csendes, szép, természeti környezetbe, ahol a régmúlt találkozik a jelennel. Reméljük, hogy Terény az a hely lesz az önök számára, ahová mindig szívesen visszatérnek, ahol mindig valami újat fedeznek fel. Találkozzunk itt Terényben, jöjjenek el, ismerjenek meg közelebbről is bennünket!